Vadászkürtök hangja nyitotta meg Villányban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rendezvényét, melynek célja a vadhús népszerűsítése. Az esemény főszervezője a Kamara Baranya megyei szervezete, amely immár 6 éve tart hasonló rendezvényeket. Most egy roadshow-ra készülnek, melynek első állomása Villány. Egy hónap alatt 4 helyszínre látogatnak el, ahol különböző vadászható állatokat mutatnak be. Itt az őzhús állt a középpontban. Ez azért fontos nekünk, mert hogy, amint mondtam, az azért látszik, hogy igen nagy az érdeklődés iránta. Itt Villányban a meghirdetés után 2 héttel beteltek a helyek, az azt jelenti, hogy 1 hónappal ezelőtt le kellett zárni. 16 főzőcsapat van, 280 fővel jelentkeztek. A csapatok miután elkészítették az ételeket, kóstolóval is készültek az érdeklődők számára. Az eseményen részt vett Őri László, a megyei önkormányzat elnöke, aki hangsúlyozta, hogy Baranya az egyik leggazdagabb megye az országban, ha vadhúsról van szó. Ezért is tartom fontosnak, hogy a kisebb település, de a legnagyobb településen is, Pécsen, a megyeszékhelyen is népszerűsítsük a fiatal, elsősorban a fiatalok számára, hogy igenis érdemes a vadhúst választani, és szeretném ezúttal is a baranyai családokat is arra biztatni, hogy válasszák a jó minőségű, elérhető áru, tehát megfizethető vadhúst a családi asztalra. A rendezvény napján egyébként az agrárszektor szereplői egyeztettek a miniszterelnökkel. Orbán Viktor bejelentését a térség országgyűlési képviselőjelöltje tolmácsolta. Hargitay János elmondta, hogy a következő években 3-szor annyi támogatás érkezik a hazai mezőgazdaságra, mint az elmúlt időszakban. A befejezett ciklusban az Európai Uniós források mellé 17,5% többlet forrást tudott oda tenni a magyar költségvetés. Az előttünk lévő 7 éves ciklusban az Európai Uniós források mellé plusz 80%-nyi forrást tesz oda a magyar költségvetést. A politikus hozzátette, hogy ez több 100 milliárd forintot jelent, melynek köszönhetően versenyképesebbek tudunk lenni a nyugati agrárgazdaságokhoz képest. A következő időszakban az élelmiszeripar fejlesztésére is nagy figyelmet fordítanak. Célként tűzték ki ugyanis, hogy a hazai feldolgozás legalább 80%-a magyar kézben legyen.